Neked a neved elején van egy furcsa jelölés, hogy doktor. Te jogász lennél, vagy ügyvéd rendes szakmád szerint? Jogász, jogi végzettségem van, és a sportszakjogászit is elvégeztem másoddiplomaként, az elsőt Szegeden, másodikat a Pázmányon, de nem tudtam dolgozni a szakmában, mert azt mondtam, hogy Benedek Tibit idézném. Azt mondta, hogy világ legjobbjai vagyunk valamiben, és aztán ha abba hagyjuk, akkor nulláról kezdünk egy új szakmát, egy új életet. Most ugyanígy voltam a joggal, ráadásul a jog azért az munkaigényes, 8-9 órát ülni és csinálni valamit, akkor minden más kuka, amit addig terveztem, és ezért ezt nem vállaltam be, hogy minden más félreteszek egy dolog miatt, és elindulok nulláról, hogy legalább egy közepes ügyvéd legyek. Azt hogy te látod ki annak idején, hogy te egyszer akarsz olimpiai bajnok is lenni, meg ügyvéd? Ez, nekem ez így kicsit soknak tűnik. A szó maga, ügyvéd. Olyan típus vagyok, aki szeret gondoskodó lenni, szeret odafigyelni másokra, és azt mondtam, hogy én védem az elesetteket, a becsapottakat, azokat, akiket kell védeni, ezt az ügyet. A Petrocelli sorozat régen a tévében, és egyebet néztem, és hogy kell megvédeni az ügyet, és majd ügyvéd leszek. Aztán, amikor kiderült, hogy a fizika, meg a matek, meg a kémia nem az én világom lesz teljesen. Welcome to the club. Igen, elég katonás jegyeim voltak a gimnázium végére, úgyhogy tudtam, hogy töri, magyar, angol, ez az én utam, és hát kommunikációval foglalkozom, angol tagozaton végeztem, külföldön éltem, dolgoztam, megtanultam ugye olaszul, szerb-horvátul is, úgyhogy ez a vonal megvolt, ez a humán. És ez a szándék, ez az ambíció, hogy védeni másokat, ez ma hogy van jelen az életedben egyébként? Ha jelen van. Három lányt csináltam. Gratulálunk a nemzet nevében. Úgyhogy van mire vigyázni, van mire vigyázni. Nagyon csúnya ez a kifejezés, természetesen azért tettem idézőjelbe. Édesanyámat elvesztettem sajnos pár hete, de öt nővel éltünk napi szinten együtt, úgyhogy én egy fiús öltözőből jövök. Meg tudom érteni a veszteség fájdalmát egyébként, ezt csak akartam mondani. Köszönöm szépen. 35 év férfiak között masszívan, és aztán családapaként pedig öt nő, úgyhogy teljesen más közeg, de ez a protektor, ez a védő szerep, ez azért eléggé bennem van. Most a gödöllői vízilabdában a fiaim, a szakosztályom, a csapat, vigyázni rájuk, gondoskodni róluk, pátyolgatni a kettős életpályájukat. Ez az ilyen a barátoknak, a édesanyjának a kórház, a másiknak a nem tudom, iskola, a kollégium, tehát mindenben igyekszem segíteni. Bennem van, nem tudom, ez genetika lehet.